Na, szevasztok srácok, üdvözöllek benneteket újra egy programozós videóban, ismét a mi kis játékfejlesztő programunkkal. Ezúttal a tologatható tárgyak helyett, mert még annak nem volt sajnos időm utána járni, hogy hogy fog működni, az helyett beiktatunk a játékunkba egy egyszerű fajta életerő rendszert, mégpedig olyat, amiben karakterünknek van 3 életerőpontja, és ha az a 3 életerőpont elfogyott, akkor karakterünk megszűnik létezni, és game over-t kapunk. Természetesen most még nem fogom megmutatni nektek a game over screen, szépen apránként haladunk. Valószínűleg nem lesz nehezebb, mint a életerőrendszerünket létrehozni, egyébként egyik sem brutális, szóval fog ez menni mindannyiunknak. Na de, vágjunk bele. Hozzáadok először egy Lives függvényt, amit természetesen vesszővel elválasztok a többitől, és adok neki egy 3-as értéket. Ezt az értéket fogja minden esetben visszakapni, hogyha rányomunk a újrakezdésre a Game Over screenen, majd a későbbiek folyamán, és ehhez nekünk fog tartozni egy DPLX, mondjuk lehet, hogy rövidebbre kéne fognom ezt a függvényt, de mindegy, DPLY. Ez a két függvény az annyit tesz ki, hogy default player X, default player Y, tehát két koordinátán az alapértelmezett helyzete a karakterünknek, ami ez lesz, tehát a 30 és az 50. Persze ez lehet, hogy minden pályán ugye változni fog a későbbiekben. És szerintem majdnem mindennel meg vagyunk. Itt a debug és a score funkció alatt én most beiktatok egy life funkciónak helyet. És ezt a life funkciót valahol mondjuk slide timer debug a score fölött helyezem el. Tehát function life end. Na, ezen belül létrehozok egy lokális függvényt, ami úgy fog kinézni nekünk, hogy life x, tehát lx egyenlő. Másik lokális függvény life epsilon, vagyis life y ly, és ehhez tartozik nekünk ez a rész itt, amit simán fel tudok újra és újra használni, hogyha szükségem van rá, ugyanis itt megint csak ellenőrizni kell zászlóknak a helyzetét, és akkor py, ugye ez már a szokásos osztás meg százalékolás. De mivel ezt most létrehoztam, első soron a dizájnnal fogunk küszködni. Azt nem mondanám, hogy küszködni. Print lives. És az x-en 125-ösnél. Akkor itt a nullás, és mindjárt kinézek neki egy színt, ami mi esetünkben szerintem ez a világosabb zöld, tehát a 6-os lesz, és megint ez kép, na semmi baj. 6-os, és még egyszer, mert ki kell jelezni, ugye stílusosan próbálom megint csak, stílusosan, még ez a másikat is át kéne módosítanom, hogy stílusos legyen. Világos kék lesz, én szerintem 10-es szín a felirata, a light felirat ez lesz, tehát ez a világos kék, a 10-es, és marad a 6-os a függvénynek a kijelzéséhez. Valaki mondja már, hogy ne nyomjak állandóan escape gombot, és lives, ugye? Úgy írtam be fölülre. Ja, lives. És ha ezt én most letesztelem, akkor nem csinál semmit, mert
Illetve de szerintem csinál már valamit, mert ez így egy létező funkció. Csak egy kicsit át kell variálnom a életerő kijelzésnek a helyzetét, mert a hármasok beleolvad a live feliratba, ami nem jó a mi helyzetünkben. Én is 125-ön hagytam. Átköltöztettem 140-re a függvénynek a kiírását, tehát annak a tartalmát. Oké. Elviekben ez így már működni fog. Mindig először jobb a dizájnnal törődni. 140 se jó, akkor 150 vagy 155. Legyen 160 kezdésnek. És akkor meglátjuk, hogy ez hol fog kijönni. Aha, 155 az tökéletes lenne. Úgy nézem. De mindjárt meglátjuk. Jó. Egyelőre megfelel 155-ön. Kijelzi azt a számot, ami az értéke a Lives függvénynek. Remek. Oké. Ez megvan, a design része kész a dolognak, viszont ugye nekünk most kell létrehoznunk egy olyan programsort ezen a funkción belül, ami az életeknek a csökkentését kezeli, illetve hogy mi történjen akkor, hogyha elfogyott az összes életünk. If lives. Azt hiszem, igen. Hát nem. Nem if lives, hanem itt most azt kell néznünk, hogy milyen zászló van megint azon a tájlon, amit létrehozunk. Szóval először azt csináljuk meg. Ez itt megfelel. Csak nem nullát fogunk beírni, hanem mondjuk a négyes zászlóra tesszük ezt rá. Tehát ide fget, mget, tx, ty, 4, akkor történik valami. Lives egyenlő lives mínusz 1. És beiktatjuk ide, hogy px egyenlő dplx és py egyenlő dply. Ez annyit tesz, hogy ha hozzáérünk ahhoz a tájhoz, amin a 4-es van, a 4-es zászló aktiválva, akkor elvesz egyet az életeinkből a játék, illetve visszadob minket a kezdési pontra. Na, csináljuk is meg ehhez a megfelelő tájt. Mondjuk ezzel a színnel. Ja. És akkor egy kicsit világosabbat teszek kívülre. Így. Remélem most nem rontom el. Ez az. Közepe pedig marad fekete, és ez nekünk megfelel. Advanced opciók be. Négyes zászló be. És ezt lerakjuk valahova a térképre. Tesztképpen mondjuk ide. És nézzük meg, hogy mi történik, hogyha neki rohanok én ennek. Vagy programhiba, vagy működőképes programsorok. Pontot vettem fel, az se baj. Aha, nagyon működőképes. Hol rontottam elő? Ó, TX, TY. Nem, nekünk a LX-et kell nézni, és az LY-t. Vannak ilyenek. Nem egyszer hibáztam már itt a tutoriálok közben. Így nem működik is. Egyet elvesz, és visszadom minket a kezdésre, de meghalni még nem fogunk, mert azt nem programoztuk be. Ehhez viszont nekünk át kell hozni az előző programsorból valamit, amihez if lives nagyobb nullánál, then else end. Nézzük csak. Szóval, ha az életerős függvényünk nagyobb nullánál, akkor történik valami. Abban az esetben az update funkciónk úgy fog működni, mármint a tick funkciónk úgy fog működni, hogy a sprite-ot, player sprite-ot kirajzolja,
írni. Ellenkező esetben viszont megszűnik létezni a player sprite, és ez itt tökéletesen fog működni, a minden igaz. Valamint, ha azért biztonság kedvéért beprogramozok ide egy elszifet, bár nem tettem meg ezt a videón kívül, de azért nem árt, hogyha van. Ha a lives kisebb nullánál, akkor visszaállítjuk nullára. Bár ez nem hiszem, hogy annyira szükséges, mert tökéletesen működik ez nélkül is. Oké, gyerekek, viszont a DPLX megvan, a sprite funkció megvan. Ez így azt hiszem működni fog. Annyi, hogy abban az esetben az mégiscsak kell oda valami az else-hez, tehát ugyanaz, mint a másiknál, folyamatosan vissza fog dobni minket a default player X-re és player Y-ra. Ez kell, különben az történik, hogy elmászkálunk, és egy sprite nélküli karakter mászkál ide-oda a pályán. Na, nézzük is meg, hogy csináltam-e hibát. Tehát 3 életünk van, amíg van, addig visszadobál minket a kezdési pontra. 1. És innentől már nincsen karakterünk, működik minden úgy, ahogy kell. Nagyon jó. Oké, srácok. Én ennyit akartam veletek ma megosztani, remélem érthető volt. Ha nem, akkor a komment szekcióban lehet kérdezősködni bármikor, amint ideérek, megválaszolom a kérdéseiteket, addig viszont legyetek jók. És hát még meglátom, hogy a következőkben mit fogok csinálni. Most ugye, amit beterveztem, az egyelőre nem sikerült, de a tologatható tárgyakat azt nem vetettem még el. Valamint lesz ugye Game Over Screen is. Ha minden megvan, akkor lezárom a tutoriált, és megpróbálok összehozni nektek valamit, amit a leírásban meg fogtok találni, és kipróbálhatjátok magát a játékot, hogy hogy működik, illetve mennyire szuper, mennyire nem jó, azt majd leírjátok nekem. Tutoriálnak szerintem tökéletesen megteszi egy ilyen játék. Viszont én köszöntöm a figyelmet, majd következőkben jelentkezem. Addig is legyetek nagyon jók, sziasztok!